134 millió 735 ezer lej Székelyudvarhely 2014-es évi általános költségvetése, amely a nehézségek ellenére is összességében 6%-ot emelkedett a tavalyhoz képest. Számolt be a tanácsülés kezdetekkor Bunta Levente polgármester, aki kiemelte azt is, hogy sajnos a megyei tanács évről évre egyre kevesebb pénzt oszt vissza Székelyudvarhelynek. Idén a kért 1 millió lej körüli összeg helyett egyelőre csak 525 ezer lejt kapott a város. A mai tanácsülés tehát főként a költségvetés és a benne található különböző tételek átbeszéléséről, majd elfogadásáról szólt. Idén is jelentős összeget szánnak a beruházásokra, a keretösszeg 20 millió 215 ezer lej. Olyan munkálatokat szeretnének megvalósítani ebből a pénzből, mint a Szejkefürdői Mofetta beüzemelése, a Háberstum villa felújításának elkezdése, az ökumenikus ravatalozó megépítése, a Farcádi és Templom utcák rehabilitálásának, a távfűtési rendszer felújításának folytatása, szociális lakások építésének megkezdése. A tervek közt szerepel még az új barompiac elkészítése, tömbházak hőszigetelése, szeméttelep bezárása, a hőközpontok összekapcsolása, valamint további hasonlóan nagy horderejű fejlesztések, melyek fontosak a város fejlődése szempontjából. Az ellenzék több pontnál is hallatta kifogásait, a végső szavazásnál 11 RMDSZ-es bólintott rá a büdzsére, 3 MPP-s tanácsos tartózkodott, 3 MMP-s pedig ellene szavazott. Nagy hangsúlyt fektettek a büdzsé elosztásakor a pályázatokra is, legnagyobb támogatásban 900 ezer lejben, idén is a sportprogramok részesülnek, kulturális programokra 200 ezer lej, ifjúsági és tanügyi tevékenységekre 150 ezer lej, környezetvédelmi tevékenységekre 50 ezer lej jut. A mozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére vonatkozó éves tevékenységi tervekre 150 ezer lejt szánnak az ezévi költségvetésből, szociális tevékenységekre 100 ezer lejt irányoztak elő, jogi tanácsadás szolgáltatásra 135 ezer lejt. A polgármesteri hivatal saját költségvetése közel 88 millió lej, az általa fenntartott intézmények büdzséje, ide tartoznak az iskolák és a kórház is, 51 millió lej. A költségvetés elfogadását követően ifjúsági lakásokat vettek be a város közvagyonába. A tanácsosok rábólintottak arra a tervezetre is, miszerint ebben az évben 21 köztisztviselőt szeretne alkalmazni a polgármesteri hivatal, majd a helyi rendőrség köztisztviselői állásainak számát is meghatározták, 15 végrehajtói és egy vezetői tisztségben állapodtak meg. Utolsóként a garantált minimális jövedelemben részesülőknek elkészített tevékenységi tervről és a rájuk vonatkozó munkaórákról egyeztettek a tanácsosok. Én azt gondolom, hogy a körülmények ellenére egy elég jó költségvetést sikerült elfogadni 2014-re Székelyudvarhelyre, ahol a beruházásokra több mint 20 millió jutott, és ha körülnézünk a körülöttünk lévő városokban, ott nem sikerült a költségvetés ilyen arányosan a befektetésekre, a beruházásokra fektetni. Én bízom benne, hogy azok a kis hiányosságok, amik vannak a költségvetésben, az szeptember után kiigazodnak, és bízom abban is, hogy mind a megyei tanácstól, mind a kormánytól több pénz fog jönni az elkövetkezőkben, amit hasznosan tudunk majd felhasználni.